Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban hát úgy néz ki, hogy újabb Percy Jackson hírekről lesz szó, ugyanis megvan a dátumunk. Augusztus 18-a Percy Jackson születésnapja, amit bármelyik P.E.O. fan szerintem tud. És az a helyzet, hogy így 18-én gyanútlanul eszegetem a kis húsgolyómat az IKEA-ban, amikor felmegyek Instagramra, és így elkezdett menni egy videó, amit a Percy Jackson sorozat accountja posztolt, és így nézem, mondom, de jó, kiraktak egy új trailer-szerűséget, vagy ilyen teaser-szerűséget, és így a végén bedobta a dátumot. Szerintetek én utána nyugodt ember voltam? Mármint, hogy tényleg, miért nem kapcsol be a gépem? Szóval megkaptuk a dátumját és egy új ilyen kis teaser trailer-szerűséget. Nem fogom sokáig húzni a szót. Egyébként le fogom linkelni a leírásban magát a trailert. Az a helyzet, hogy most nem tudok rá ilyen reakció videót csinálni, mert már vagy 20-szor megnéztem, és ugye eleve elsőre is kb. Véletlenül láttam, mert nem terveztem, vagy nem tudtam így belülni, hogy megnézem meglepibe és felveszem, mert hát igen, közben már végignéztem a trailert, mire rájöttem, hogy ez most az, amit gondolok, hogy látok. Úgyhogy nagyon jó volt a Disney marketing csapata, mert hogy augusztus 18-án rakták ki, ami Percynek a születésnapja, és bejelentették a dátumot, ami nem más, mint december 20-a. Szóval mindenkinek megvan a karácsonyi ajándéka, meg az is, hogy mit fog csinálni karácsonykor. Szerintem, mivel Disney Plus-os sorozat, ugye nem Netflix, tehát egyesével fogják kirakni, gondolom, akkor 20-a után így hetente egy rész fog jönni. És nagyon-nagyon várom. Ugye kaptunk új trailer képeket is ehhez az egészhez, ami azon felül van, amit a nem tudom milyen eseményen bemutattak, amikor ugye az a Capture the Flag-es jelenet volt gyakorlatilag. A mostani egy kicsit átfogóbb, több mindenkiről kaptunk képet, mert benne van a triónk, ami egyébként szerintem tök jól néz ki, mert mint így, hogyha rájuk nézek, akkor így el tudom fogadni, mert ugye itt a színészválasztásokon mindig ment a herce-hurce, hogy jaj, úristen, nem tudom. De hogy egyébként szerintem így egybe tök jól néznek ki. Grovernek szerintem nagyon menő, már mint így, ami a trailerből látszott, tök jól néz ki a kecskelába, most ez így nem tudom, kiemelem, hogy azért valamennyire így látszódnak már a special effektek is benne, amiket ugye hozzá kell tenni. Igen, ugye így láttuk őket egyben. Őszintén szóval olyan vicces, mert hogy Walker Scobell konkrétan úgy néz ki, hogy kinézetre tökéletes Will Solace lenne. De ugye személyiségre meg sokkal inkább Percy is, úgyhogy csak így érdekes, hogy pont ilyen flanelingben van a trailerben is, és így nézel, és azt mondod, hogy nagy, annyira villes, de mindegy, tehát hogy ez ilyen extra, nem sok minden történik ebben a teaserben igazából. Látjuk be, azt szerintem Árész, Borol van benne egy jelenet, nem tudom ki lehetett az, akinek úgy ki volt húzva a szeme. Úgy őszintén. Gondolkodtam, hogy Medúza, nem nézett ki Medúzának, mert nem volt olyan a haja. Ami egy kicsit ilyen volt, az, hogy volt egy jelenet, ahol így nem tudom, valamin átmásztak és mennek a pusztába, és van mellettük egy fa. És én arról nem gondoltam semmit, amíg meg nem néztem a TikTokon, hogy kiraktak egy videót, hogy hogyan nézik a Percy Jackson fanok ezt a trélert, és így kiemeltek részleteket ugye a képkockákon, mint Percy nyaklánca, vagy Árész úgy egészben, vagy a fa. És most azon gondolkozom, hogy ha azt áll a fája, az kicsit ilyen... Mi a jó szó arra? Az ott kicsit cserben hagyott vizuálisan már, mint hogy egy ilyen tök kis nyomvat fácska van. Na mindegy, majd meglátjuk milyen lesz. Igen, gyakorlatilag csak ilyen villanyásnyi képek voltak benne, de nekem így első ránézésre eddig tetszik, most oké, nem láttunk annyira sokat a speciális effektekben sem, meg hogy melyik jelenet micsoda lesz pontosan, de hogy ezek alapján én megint így megnéztem azt a pár képsort, és így teljesen belém jött, hogy úristen, it is happening, ráadásul még idén megtörténik, tehát oké, jó, december legvégén, de az azt jelenti, hogy decemberben már nézhető lesz. Úgyhogy még decemberig ki kell találnom, hogyan akarok reagálni a részekre, mert akarok majd reagálni a részekre, meg mindenkitől elnézést kérek előre, amilyen emberré válni fogok én decemberben, mert nem. Idén nem a Love Actually-t fogom újra nézni, meg nem karácsonyi filmeket fogok nézni, hanem a Percy Jackson sorozat első részét fogom repeaten nyomni.
és még csak nem is karácsonykor játszódik. Ha a harmadik könyvnél tartanánk, akkor az úgy legalább szezonális lenne, de ez nagyon nyári lesz, de nem baj. Nem baj, mert jön a Percy Jackson sorozat. Nehéz lesz ezt überelni karácsonyi ajándékokban, mi? Igen, úgyhogy így nagyjából ennyi, szóval tényleg le fogom linkelni a trélert, és akkor meg tudjátok nézni. Én nagyon-nagyon izgatott lettem tőle, és nagyon-nagyon várom. És a végén egy olyan számot is játsznak, amit nagyon-nagyon szeretek, igaz, ez valami feldolgozás, de hogy így érzem magamban. Tehát miután én ezt megláttam, ezt a thrillert kirakva, én nem tudtam abba adni a vigyorgást, csak nem volt nálam kamera, úgyhogy nem tudtam felvenni azonnal a reakciót nyilvánvalóan. De nagyon-nagyon várom, és nagyon izgatott vagyok, és nagyon örülök, hogy végre megtörténik, úgyhogy lehet izgulni együtt. Úristen, annyira jól. Én érzem, hogy jó lesz. Jó lesz. Nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Úgyhogy igazából csak ennyit akartam elmondani, hogy ez így történik, megtörténik, még idén megtörténik. Úgyhogy várjuk nagyon. És tényleg, mármint nekem abból is annyira látszódik, hogy bizakodok, hogy törődnek ezzel a sorozattal, hogy nagyon durván jól tolják a marketinget. Tudják ki a közönségük ezzel is, hogy augusztus 18-án ment ki, hogy az Empire State Buildingeket kékre kivettet, hogy a kék fényet, ott tudják szabályozni, hogy milyen fényeket nyomnak ott az Empire State Buildingen, vagy mi. Kék volt az Empire State Building 18-án. Mert az Empire State Building TikTok accountja is Percy Jackson fan, szóval nagyon-nagyon várom, úgyhogy ennyi hírünk van a Percy Jackson sorozatról, hogy érkezik december 20-án ebben az évben Disney Plus-ra. Úgyhogy remélem ti is izgatottak vagytok ezzel a hírrel kapcsolatban, és tényleg csak ennyire ugrottam be. Nem tudok így most reagálni a különböző képkockákra, meg nem fogom így képkockánként elemezni sem, mert az sem én vagyok. Érdekes végignézni többször, és így kiszúrni egyre több részletet, vagy más megnézni, mert tényleg annyira rövidek a jelenetek, hogy így mindig csak egy pillanatra tudsz valamit így megnézni, de engem nagyon felhápolt. Elérte, amit kell az ilyen teaser trailereknek elérnie, úgyhogy és hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, és várjuk együtt a Percy sorozatot.